Szelíd fejlődésre van szükség, olyan dolgokat kell építeni, amelyek nem rombolják a környezetet, hangsúlyozta dr. Tóth Gergely. A MATE kaposvári kampuszának oktatója már évek óta fontolgatja, hogy elindul az önkormányzati választáson. Kifejtette, együttműködésre van szükség nem csak a pártokkal és a civil szervezetekkel, hanem a lakossággal is. A Várkertben tartott bemutatkozóján arról beszélt, Keszthelyben nagyon sok a potenciál, és megválasztása esetén ezeket igyekszik a város és az itt lakók javára fordítani. A program három pontból áll, az első a szakértői városvezetés. Ugye még egyszer közgazdász vagyok, viszonylag sokat jártam külföldön, sok területen dolgoztam, rengeteg projektet hajtottunk végre, stb. Tehát ezt szeretném kamatoztatni. Másodszor a fenntartható gazdaságfejlődés, tehát szeretnénk valamennyire fejleszteni a város, munkahelyeket hozni, stb. Nem csak olyan projektek, amiktől szebb lesz a város, hanem amik tényleg az életét, a gazdasági vérkeringését is biztosítják. A harmadik dolog pedig a zöld város koncepció. A polgármester jelölt kiemelte, fontosnak tartja a fák megóvását és a Balatonpart szabad bejárhatóságát. A bemutatkozáson szó volt a Helikon Parkról, a strandi parkoló kialakítása miatt tervezett fakivágásokról, a keszthelyi nagyberuházásokról és a Georgikonról is. Elhangzott, a jövőben több témában szeretnének társadalmi konzultációt indítani a városban. Az eseményen virágot és zöld szalagot osztottak az érdeklődőknek és a szimpatizásoknak.